Sziasztok, sakbarátok! Nagy tisztelettel köszöntelek titeket a Centrum Sakkiskola YouTube oldalán. Juhász Ármin nemzetközi mester, vagyok a Centrum Sakkiskola vezetőedzője és nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket a Chess.com gameplay sorozatunkba, ahol folytatjuk a harcot itt a középhaladó robotok ellen, és most már az 1200-as szinttel fogunk összecsapni. Az előző videóban Laura ellen egy izgalmas partiban sikerült győzedelmeskednünk, mégpedig az olasz megnyitás gyakorolva. Remélem ellenőriztétek, hogy sikerült-e eltalálni azokat a lépéseket, amiket a Kristóf mondott. Ha még nem tettétek, meg, akkor javaslom, hogy azt is nézzétek meg. No de a mai videóban sötéttel leszünk, egy új megnyitást fogunk alkalmazni, amit még korábban nem, és nézzük meg, hogy kik a lehetséges ellenfeleink. Három lehetséges ellenfél közül lehet választani, az első Maria Mexikóból. Maria nagyon szeret támadni és áldozni, és egyáltalán nem fél anyagi hátrányba keveredni, tehát egy taktikus hölgyről van szó. A második lehetőségünk Elena Romániából. Elena az általános iskolában tanítja a saklubot, és eddig még egyik tanulója sem tudta megverni őt. Kérdés, hogy mi meg fogjuk tudni-e őt verni. Értve a harmadik lehetőség pedig Wilson, szintén 1200-as értékszámmal. Hú, egy érdekes zászló, ez ha jól emlékszem Haiti? Ez, igen, Haiti. Na, jó kérdés, kis földrajz, hol van Haiti? Ugye ez a Karib tengernél van, azt hiszem, hogy a Dominikai Köztársaság szomszédjában. Én földrajzból érettségiztem, szóval elvileg ezeket tudnom kéne. Ha a földrajztanárom nézi, akkor elnézést, de úgy emlékszem, hogy ez az, javítsatok ki, hogyha nem és ő pedig megkérdezi, hogy milyen a végjáték tudásunk, ő nagyon szereti a végjátékokban tolni a gyalogokat, hogy vezéré változzanak. No, hát én még haiti is akkozóval sose játszottam, jó, hát most itt egy számítógép az ellenfél, de akkor is kíváncsi vagyok, hogy milyen egy haiti sakkozó, szóval válasszuk őt, de természetesen még lesz lehetőségünk több országbéli sakkozóval is játszani. A múltkor megnézegettem, és sajnos magyar játékos nincsen, legalábbis az én rendszeremben nincsen, szóval ennyi bennye a chess.com-nak, ez nem szép dolog, szerettem volna egy magyar játékossal játszani, kíváncsi vagyok, hogy a magyarokat milyen sztereotípiába teszi bele, e, valószínűleg jól tudjuk a megnyitásukat, és inkább pozíciós játékkal játszunk, de hát persze egy csomó kivétel van, e, szóval e, kíváncsi lettem volna, hogy mit mondanak, de most alapvetően akkor választjuk ki Wilson-t ellenfélnek, és most sötéte leszünk, mert a múltkor világosan voltunk, és természetesen segítséget nem kérünk. Ti is azt javaslom, hogy így e, hát e, játszatok. No, hát... E, F4-jel kezdett az ellenfél, pont 4 de mondtam volna, hogy még nem játszottunk francia védelmet, amit többen is kértetek, ezért ez az F4 lépésos meglepet, illetve majd arra is biztatlak titeket, hogy a következő partiban én szívesen kezdek bármivel, tehát hogyha valami olyan mennyitást szeretnétek látni, ami még nem volt, ugye most már volt E4, D4, Huszár F3 is volt, talán C4 is volt, meg B3 is volt. De ha bármi más látnátok, akkor nyugodtan írjátok meg, kommentbe, és szívesen bedobok mást is. Azért nem gondolom, hogy van nagyon nagy hülyeséget kéne játszani, mert mert az a játéknak a lényeg, hogy begyakoroljunk bizonyos állástípusokat, amik nektek is kijöhetnek. Szóval hoz, hozhatok engem nehéz helyzetbe g csak nem hiszem, hogy ti g sokszor fogtok kezdeni. No hát ez az F4 lépés, ez az úgynevezett bird megnyitás, ami nem az állatról, hanem egy bird nevű mesterről van elnevezve, és igazából fordított holland védelemnek is szokták hívni. Itt lehet D5-öt is lépni, meg lehet E5-öt is lépni, Huszár f ot G6-ot, illetve vicces, hogy statisztikai alapon itt a Huszár H6 az az egyik legjobb lépés, de nem nagyon mennék bele itt a részletekbe. Huszár H6 szerintem nem olyan jó, csak van benne bizonyos trükk, amit el lehet nézni. Én azt gondolom, hogy ha az ellenfelünk amúgy is szereti ezeket a pozíciós állásokat, akkor játsszuk a legagresszívabb játékot, és tudom, hogy szeretitek amúgy is a csej játékokat, szóval legyen E5, áldozunk be itt egy gyalogot, és nézzük meg, hogy milyen ez lesz ez a from csel. Most ezt általában leszokták ütni, ezt az E5-öt, és majd ha szeretnétek, akkor a későbbiek során lehet erről is egy videó, hogy hogyan alakul ki ez a from csel. Hát ez, hogy ő itt c 4 lépett, ez mindenképpen furcsa, egy C4-et meg F4-et együtt ne nagyon lépjünk, nem ajánlatos túlságosan. Vagy ugye világos, hogyha szerette volna, akkor itt E4 lépéssel átmentett volna a királyselbe, talán az a legjobb válasza. Jó, hát most le is üthetjük, vagy el is tolhatunk mellettem, amúgy szerintem mindkettőre jól állunk, de én úgy érzem, hogy itt már szerintem ezt leütném. Miért nem? ugye mégiscsak e, nyertünk egy alagot, írja, hogy a végjáték jönni fog, hát én nem hiszem, én teszek róla, hogy ne jöjjön a végjáték, e, nem áll ő annyira jól, hogy itt a végjátékról beszéljünk. Jó, Huszár f lépett, ez kötelező volt, mert különben vezérhán és sak fenyegetett, és ebben a from cselben nem egyszer vagy ez a gyalog ez megindul, és elindítja itt a király támadást, ugye a király cselben is van, szóval menjünk előre, nézzük meg, mi lesz ebből. Nagyon furákat lép az ellenfél, és valószínűleg itt akar egy sakkot adni nekünk. Nem tudom, hogy az fenyeget-e. Tehát g4, vezér, sakk, futó e7. Lehet, hogy fenyeget valamelyest. Nem tudom, nagyon bonyolult az állás, ami nem baj. Megnézzük, hogy mi lesz ebből. Vagy sok simán ki is hozhatjuk a futónkat a nagy átlóra. Azt szerintem például biztosan egy jó opció hogyha fejlődünk, és, és, aztán meglátjuk, hogy ebbe a szabálytalan megnyitásban mi fog kifejlődni, mi jöjjünk ki. Igen, szerintem ez egy jó, jó, opció. Ez itt egy jó kis szabadátló, szóval ezt szívesen megszállom. Hú, g lépett, tehát ez érdekes megint csak, mert ez a gyalog ez itt támadható lesz. Ugye akár ampasz le is üthetem, de nekem itt inkább az lenne az ötletem, hogy hogy csak simán kifejlődve támadok D6-tal, és akkor most ezzel a futóval szeretném ezt a gyalogot leütni, amit meg is védett, nagyon helyesen. Kicsit hasonlít már a megnyitásra, ugye az 1-4-re, amiről már készítettem videót, mint talán a világ legrosszabb kezdő lépése. És fejlődjünk, tehát fejlődjünk, fejlődjünk, a huszárnak biztos itt jó kis helye van, majd egyszer megpróbálunk ide bemászni. Hú, hát ez a, ez a játékos, ez elég rosszul játszik eddig. Uh, Rosszabbul, mint az előző kettő. Mi ez a király lépés? Tehát uh, hova menekül? Uh, ilyeneket ne nagyon csináljunk a megnyitásban. Na, most mi legyen? Hmm. A huszár f6-ra ez a gyalog, ez lóg. Azért nem szívesen ütném le. Vagy azért nem lépnék oda, bocsánat. Uh, ugyanakkor, ha leütjek, a van d és ott is nyerünk egy-két tempót, azért szerintem az még nem annyira erőteljes, ezért lehet, hogy csak kezdésnek ilyen, ilyen óvatos duhajként itt lépnék egy H6-ot, hogy bevédjem ezt a gyalogláncot, és akkor majd utána kifejlődni a huszárral. Kérdés, hogy ide vagy ide? Lehet, hogy azért fejlődnék E7-re, hogy a futómátlóját átlóját szabadon hagyjam, illetve ő most lépett egy hátra, vagy egy tábla szélén lévő lépést ezek sose szoktak jók lenni vezér A4, oké, okay. um, erre szerintem csak simán elsáncolunk, és akkor mi nagyjából befejeztük a, a fejlődést, és az ellenfél meg nagyon keszén kuszán áll. No és akkor most itt eljött az idő, hogy támadjunk szerintem, Megint csak azt tudom mondani, hogy a Sikeres támadás titkai című videósorozatot nagyon javaslom nektek, amíg a közönség kedvence is lett itt a 2022-es YouTube közösségi oldal szavazáson, ahol ugye az egyik legfontosabb az, az hogy megbeszéljük, hogy mikor kell támadni, és hogyan kell támadni. Na most ugye itt például ebben az adott állásban ugye van egy célpont, ugye a király nagyon rosszul áll, mert ugye ez középereket királynak nevezzük, már nem fog tudni elsáncolni. A vezérrel farkas szemet néz, Mibe vagyunk már itt alapvetően biztosítva, tehát mi már támadás célpontjai nem leszünk, és ilyenkor fejlődési előnyben, középereket király ellen, nyitni kell az állást. Jó? Hogyan nyissuk az állást? Az állás nyitása sokszor a gyalog lépéseken múlik, ezért itt most tolnék egyet a gyaloggal, és ha leütik, akkor például a huszár már rögtön a helyébe fog tudni jönni. Nem ütötte le, oké, okay, semmi probléma, mehetünk akár tovább is, további teret nyerve, vagy akár üthetünk, hogy még jobban nyíljon az állás. És mivel ahogy azt mondtam, hogy nyissuk az állást, szerintem ez egy jó opció, hogyha itt is tovább ütünk és megyünk előre. Oké, huszár C4, és most jöjjön az új figura a játékba, a futót is bedobjuk, futó E6. Oké, egy kicsit nyitottuk az állást tiszt túlsú is kezd kialakulni, tisz többlet is kezd kialakulni, aminek kapcsán ugye a támadásunk az sikeresebbé fog tudni válni. Na most én itt azt gondolom, hogy még mielőtt itt áldoznánk bármit is, én meglépném ezt a pici A6 lépést. Mi a véleményetek erről? Jó, jó lépés szerintetek, hogy van valami javítási lehetőség? Nyugodtan írjátok meg, hogyha láttok valami jobb lépést. Persze nagyon szimpatikus a 20 D5 lépés is, de, de nekem ez az A6-B5, ez nagyon tetszik, hogy itt egy ilyen villát szeretnék létrehozni, mert itt vannak a lehetséges célpontok, taktikai motivumok. Lépjük meg, aztán meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Ki védi -e? Oké, ki védi, csak kezd leszorulni a tábláról. Mi meg megyünk előre. Teret nyerünk a gyalogokkal, megyünk előre, masírozunk előre. Oké, most azért nagyon-nagyon kirekedtek a figurái azt gondolom, hogy pánikra a legkevesebb okunk sincsen. Hozzuk a figurákat. Jó, tehát itt van a király. Úgy támadunk, hogy közben mi is építjük az állásunkat. Nem fel mindent beáldozni. Vezér, bástya. Jó, ha üti, azt visszaütjük egyszerűen. És akkor a következőbe behozzuk ide a bástyánkat. Szuper. Hát ő lépeget össze-vissza, ennek örülünk. Mi hozzuk a bástyánkat. Jó, és akkor itt ugye már szinte attól tudnánk adni, csak az a probléma, hogy itt van ez a huszár. Szóval őtől -e kéne megszabadulnunk, hogy tudnánk ezt megcsinálni. Esetleg futóval, hogyha ide lépünk, az mondjuk nem hangzik olyan nagyon rosszul. Próbáljuk is meg. Ja most ezt szeretnénk leütni, hogy utána ez is üthető legyen. Trükkös módon védte meg, mert ha most ezt leütjük, vissza tudja jutni, és a H2 bástya bevédi a D2 gyalogot. No tehát, megint csak további gondolkozásra vagyunk itt kényszerítve, de ez talán nem olyan nagyon nagy baj. Gondolkozzunk, hogyan kéne támadni. Én azt gondolom, hogy hát több jó megoldás is van, de mondjuk szerintem alapvetően abból olyan nagy baj nem lehet, ha még egy picit előrébb mászunk és ezzel megtámadjuk a bástyáját. igen, ez volt a, ez volt a célom, és akkor most az volt itt a, a tervemnek a következő lépése, hogy most ezt a futót akarom lenyerni, mégpedig úgy, hogy B4-et fogok lépni. Most a vezér van túl terhelve, mert őt akarjuk leütni, és ha elmegy, akkor meg védtelen lesz a futó, és ezért ezt itt le tudjuk ütni, és akkor most már nyertünk egy tisztet, nyilván így egy fokkal könnyebb a támadás, hogyha az embernek még anyagi előnye is van. Oké, okay, most megtámadta a futót, mondjuk már felmerülne akár a lehetőség, hogy feláldozzuk, de egyelőre még én nem áldozom fel, visszahozzuk ide, hogy védve legyen a huszár is, Bástyát visszatámadjuk, oké, okay. és akkor most csinálunk egy ilyen trükkös lépést, ezt nézzétek, ide megyünk, futó C3, egy vonalnyitó áldozat akar lenni, ha leütik, akkor futóüti f 3 adtunk volna itt egy kellemetlenkedő sakkot az ellenfélnek, de szerintem itt is van egy nagyon erős lépésünk, hogyha jól számolom, de szerintem igen. Nyugodtan állítsátok meg a videót, és gondolkozzatok, hogy hogy kéne itt tovább támadni. Szerintem, megint azt mondom, hogy sokfajta nyerésünk van, de ez kifejezetten erőteljesnek tűnik, ha ezt itt leütöm. Csak azért, hogy nyíljon a vonal, és akkor lesben álló cápáink itt támadhassanak. Most még tovább nyitjuk, ezt is leütjük, kinyitván, ugye, itt a figurákat, és írja, hogy egy sok, de még nem mat, de ugye például, hogyha ezt itt leütötte volna, akkor már ezt mattal tudjuk visszaütni, de itt is leütjük. Még egyszer sakkal. Szuper, most már ben vagyunk az ellenfélnek a bá búvó helyében, és itt mattot fogunk adni nagyon-nagyon rövidesen. Jó, hát a vezérét is leüthetjük, hogyha nagyon szeretnénk. Van-e mattunk azonnal? Én még nem látok, de lehet, hogy van matt. Vezére egyre, ugye bástya C1 van, és akkor bástya d 1 el mattolunk. Még az sem mat, mert ugye pár lépést el tud húzni, futóüti an egy után is tutiramat lesz egy-két lépésen belül. Kasparov azt mondta, hogy ilyenkor mindig a vezért üssük le, mert az a tüti. Üssük le a vezért, aztán abból nagy baj nem lehet. E, és akkor e, utána pedig, utána pedig a többi figurába webmattoljuk. Bőven-bőven van támadó figuránk. Így nem fog eljutni a végjátékig a barátunk. És most ugye például vezér A2-vel szeretnénk mattot adni. Oké, okay. és akkor itt mat két lépésben. Először is sakkot adunk még megint hírta a sak, de nem mat. Most viszont ugye matot adhatunk innen, illetve a vezérrel is, de talán elegánsabb, hogyha a bástyával adjuk be. Szuper, megint megkaptuk a három koronát, ami azt jelenti, hogy segítség nélkül sikerült legyőzni Wilson mestert 31 lépésben. E, azt írja, hogy e, azt kérdezi, hogy hol tanultunk meg ilyen jól sakkozni. Hát a Centrum sakkiskolában tanultunk meg ilyen jól sakkozni, mégpedig a sikeres támadás titkai nagyon sokat segítettek. E, érdemes megnézni azt a videót, hogyha nem láttátok, és azon belül pedig ugye a videósorozatot. No hát, kicsit gyakoroltuk ezt a bird megnyitást, sajnálom, hogy nem ezt a leütős változatot játszotta, amire az volt a terv, hogy D6-ot fogunk játszani, és azok, azok is nagyon izgalmas változatokat eredményeznek. Ha szeretnétek, akkor arra is majd egyszer készítek egy külön videót. Hát remélem, hogy tetszett ez a parti. Ez most szerintem egy könnyedebb győzelem volt, mint az előző kettő, amit játszottunk. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, ne felejtsétek el feliratkozni, és a következő videóban egy picit másfajta videóval fogok érkezni, nem ezzel a szokásos gameplay de természetesen ezt is fogjuk tovább folytatni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Hajrá Centrum Sakkiskola! Ne felejtsétek el feliratkozni. Sziasztok!